A sportcsarnok létesítésével szeretnék a moholi fiatalokat a mozgás, valamint az egészséges élet irányába terelni. A beruházás összértéke mintegy 124 millió dinár. A pénzeszközök legnagyobb részét a tartományi nagyberuházási alap biztosította, de Adakösség önkormányzata is jelentős összeggel hozzájárult a munkálatok elvégzéséhez. Olyan projektumról van szó, amelyet mohol lakossága már nagyon régóta vár, és szükség van erre, hogy a gyermekeket be tudjuk hozni úgymond az utcáról, tehát a sportcsarnokba sporttal foglalkozzanak, ezen keresztül a saját egészségükkel. A tervek szerint egy hónapon belül szeretnék átadni a sportcsarnokot. A sajtótájékoztatón szó esett még az állami földterületek bérbeadásáról is, miszerint a licitációból ki szeretnék zárni a Halász József mezőgazdasági kombinátot, mivel az eddigiek során nem törlesztette a bérbevett földterületek bérleti díját. A polgármester hozzátette, amennyiben törlesztik tartozásukat, abban az esetben részt vehetnek a licitáción. Bilicki Zoltán elmondta, az önkormányzat egy költségvetés módosítást tervez, miszerint magára vállalná a bírósági épület fenntartási költségeit.